Köszöntöm a stúdióban Jáger Józsefet, a Magyar Tojó Szít Kft-nek a gyárigazgatóját, és Éles Ferencet, az In Intelligence Hungary projekt vezetőjét, aki nyilván ebben az esetben ezt a bizonyos bevezetést irányította. El is kezdjük a beszélgetést, amely egy kicsit lazább lesz, mint amilyen szokott lenni. Néhány szlájdot vetítünk közben, cseveg, csevegünk, és próbáljuk ezt a bevezetést egy kicsit közel hozni a nézőknek. Átadom a szót neked, Feri, kezdjük el a beszélgetést. Főleg azzal kezdeném én a te helyedben, és ezzel egy kérdést is teszek föl, hogy vajon miben, fogalm hogyan fogalmazható nagyon egyszerűen ez a projekt? A lényege meg... Oké, okay, tehát röviden egy néhány mondatban miről van szó. A szintnél bevezetésre került egy S4 HANA rendszer, autóipari beszállítóról van szó, zöldmezős SAP bevezetés történt, tehát nincsen SAP előzmény, fontos elvárás volt a Smart Factory megvalósítás, és így gyakorlatilag azt tettük meg, hogy automatizált munkafolyamatok vannak, gépi beszélgetések, gépi adatserék történnek, akár a PLC level 0 szintől kezdve az ERP rendszerig. Nagyjából ezzel fogalmaznám meg a 14 modul tartalmaz az SAP-t. Igen, én azt gondolom, hogy még egy szlájdot ebbe a, a, ebben a körben, hogyha sikerül megnyomnod a továbbítás gombot, még egyet nyomunk, és akkor eljutunk ahhoz a okay. slidehoz, ahol lényegében összefoglaltad a legfontosabb jellemzőit ennek a projektnek. Igen. Elvárás volt továbbá, hogy az autóipar nagyon szeretné tudni, hogy minden beépülő alkatrész honnan jött, tehát teljes nyomon követhetőséget várunk el a teljes termékéletciklusban. Ez is megvalósításra került minden alapanyag követetten tudható. Az utolsó pontban azt látom, hogy PLC szintű az integráció, az a... Programozott logikai áramkörök szintjéig van. Így, Ez igaz. azt jelenti, hogy egészen mélyen, egészen mélyen, az mélyen van integrálva, tehát nem valamilyen köztes elemek jelennek meg, hanem a gyártás és az a, a hanak között egy nagyon direkt kapcsolat áll. Így igaz, a fizikai rendszerek határait meg lehet határozni, de logikailag ezek együtt dolgoznak, együtt beszélgetnek, tehát egy nagy egységnek számít a PLC szintől kezdve akár az ERP szintig. Igen, és hát ha itt van körünkben Jáger József, nagyon örülök ennek, hogy egyszer egy felhasználó is megjelenik egy ilyen beszélgetésben, amivel következik, hogy fogunk olyat is hallani, ami nem a legszebb, vagy nem a vágyott mondat általában a, a felhasználótól, de kérem, hogy mutass be a céget! Jó, Igy, igyekszem a, a nézőket is kicsit felkészíteni arra, hogyha SAP, S4 hanát vezetnek be, akkor milyen eh, akadályok, milyen problémák eh, merülnek esetleg fel. Na no, de először a vállalatunkról. A Magyar Toyosit Kft. a Toyosit vállalatcsoportnak eh, a tagja. Eh, a Toyosit vállalatcsoport egy nemzetközi vállalat, és 15 eh, vállalata van a világban különböző helyen. Amerikában vannak vállalatok, Mexikóba, eh, Fülöp-szigeteken, Indiába, Kínába, Európába van kettő, és természetesen Japánba is van több vállalata. A mi vállalatunk, a magyar Toyosit, az egyik vállalat, amelyik Európába, és hát nem titok, Magyarországon van mind a két vállalat, ami Európában van. A mi vállalatunk autó foglalkozik, a anyavállalatunk az hiroshima ba van. Maga a telephely az nyerges új falun van, 15 kilométerre a magyar suzuki -tól. A magyar Suzuki az egyetlen vásárlónk, csak neki szállítunk autóüléseket. A vállalatunk vegyes vállalat, a Suzuki vállalatai, illetve a Toyosit vállalatai a tulajdonosok a vállalatunkat eredetileg 300 ezer autó gyártására terveztük, napjainkban ez a szám 150-200 ezer autónyi ülést jelent. Pillanatnyilag azok a típusokat gyártjuk, amik a magyar Suzuki bai tesztergomba gyártás alatt vannak, ez kettő a Suzuki Vitara, illetve a Suzuki S-Cross. 250 fő a foglalkoztatott létszám, egy flexibilis gyártósoron, illetve két gyártósoron gyártunk. Az egyik az első üléseket gyártja, a másik a, a hátsó üléseket gyártja. Elvileg egyszerűnek tűnik két típus gyártunk csak, valójában ez egy olyan 100-110 különböző verziót jelent, tehát így maga maga a gyártás már kellően bonyolultnak tűnik, és ahogy említettem, flexibilis, vagyis egymás után következik az SX valamilyen típusa, utána jön egy S-cross és fordítva, tehát ez egy eléggé, eléggé komoly gyártórendszer, eléggé komoly logisztikát igényel, percenként egy autónyi ülést gyártunk le, és 16 percenként szállítunk a Suzuki-ba autóüléseket. Ez az úgymond just in time rendszer, vagy éppen időben rendszer, ami azt jelenti, hogy egy, egy eléggé komoly logisztika kell, hogy emögött legyen, valamint egy nagyon precíz gyártási rendszer. Ezt a gyártási rendszert megvalósítani bármilyen ERP rendszerrel, én úgy gondolom, nem, nem egyszerű feladat, de erről majd később fogunk beszélni. Itt hiányzik nekem egy szám, és no. ezért utána néztem, hogy vajon mekkora is ez a cég árbevételre, és én találtam egy körülbelüli értéket, 30 milliárdos forgalom körül mozog, Igen. ugye a magyar Tojószit Kft-nek az éves bevétele. Árbevétel. Nyilván attól függ, mivel hogy egyetlen megrendelő a Suzuki, hogy a Suzuki hány autót gyárt, jól. jól mondom. Erről vagy? van szó. Így van. Ez, magyarul ez egy nem kis cég. Hát nem kis szám, eh, ha, ha profitot nézzük, illetve milyen mögött van az, az egy most másik adjuk. dolog, de igen, igen. Ez, ez a szám helytálló. Igen, és milyen célokat tűztetek ki, amikor el, 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 elhatároztátok, hogy egy ez forhanát át, vagyis hogy egy vállalati irányítási rendszert vezettek be? Eh, én úgy gondolom, a mi cégünk sem különbözik a, a többi cégtől. Nálunk is igazán az ötlet generálás az a pénzügyi területtől jött. A pénzügyi terület indított el ezt az egészet, hogy jó lenne egy olyan rendszer, amelyik átfogja, átfogja a, az egyes területeket, és nem úgymond lokális szigetrendszerekbe rendszerekbe működnek ezek, tehát külön a pénzügy mondjuk, külön a logisztika, külön a gyártás, hiszen ezeknek az adatoknak végén mindenképpen találkozni kell, tehát a, a vállalatvezetés csak úgy tud dolgozni, hogyha ezek az adatok korrektek, és a valóságot mutatják. A Most azt sem titok gondolom, többi cégnek is van ilyen problémája, hogyha ilyen szigetrendszerek működnek, és a határesetben az információknak találkozni kellene, vagy az adatoknak találkozni kellene, azok csodák csodája nem azok. Ugye a Murphy törvénye működik itt is, hogy ha valamit egy másik rendszerből szedsz ki, biztos, hogy más adat jön ki. És hát ugye emellett mondjuk egy leltározásnál, vagy a szokványos vállalati folyamatok kapcsán, hogyha ezek a különböző rendszerek adatait megnéztük a valósággal, és összehasonlítottuk, akkor időnként még a valóság is más volt. Ez után egy hosszú nyomozás következett. Ezeket a veszteségeket japánul úgy hívjuk ezt, hogy mudákat, mi meg kívántuk szüntetni, és ezért gondoltuk azt, hogy legyen egy adatbázis, legyen egy egységes rendszer, legyen egy ERP rendszer, amelyik mindenki, minden területnek az igényeit kielégíti, és biztos forrásból jön ez az adat. És miért döntöttetek amellett, hogy az iTelligence ajánlatát fogadjátok el? Gondolom, hogy nem egy ajánlatot kértek. Nem, persze. Be. Ugye mi eléggé tapasztalatlanok voltunk ebben a dologban, mi nem nagyon ismertük, nincsenek olyan szakembereink, akik el tudnák dönteni, hogy egy ilyen fajsúlyú rendszert, melyik cég tud korrekten és számunkra megfelelően kivitelezni. Ezért egy külsős céget kértünk meg erre, hogy segítsen ebbe. Ez a tanácsadó szék segített nekünk, illetve ő segített felhajtani azt a négy céget, amelyikből aztán kiválasztottuk. Ár is hát fontos volt, de sokkal fontosabb volt, én úgy gondolom a Megbízhatóság, a cégnek a múltja, illetve azok a referenciák, tapasztalatok, amik alapján mi a, az SAP rendszer, az S4HANA mellett, illetve az Intelligence mellett döntöttünk. Az S4HANA az, az úgymond, magától értetődő volt, tehát mi egy úgymond régi kifutó rendszert semmiképpen nem akartunk. A mi cégünk a filozófiája az, hogy mindig előre menekülünk, tehát <laughs> mi az újat újat szeretjük, és az újat akarjuk. Köszönöm, és akkor Ferihez fordulok, hogy akkor egy kicsit merüljünk el a projektben. Igen, igen hát a, ugye milyen funkciók lettek bevezetve ezen a projekten, gyakorlatilag az SAP ami, amit tud, ebben most benne van, és az összekötött rendszerekkel, amit úgy nagyjából az informatikában, RP-vel összekötve tudunk, az most benne van. Címszavakba csak, mert mindegyik modulról lehetne szerintem egy önálló előadást tartani. Ugye megvalósításra kerültek az fi tehát a könyvelés számvitel, a AMS közgazdálkodás és tezsőri területeken többek között a mérlekkészítés, főkönyvi könyvelés funkciók, a számlabefogadás automatizálva lett, itt ugye egy kapcsolat van az ELO nevű DMS rendszerrel, a banki interfészek, cashfokkezelés kezelés megvalósítása került, és a tárgyi struktúra menedzselése, ezek voltak ezekben a modulokban. Ugye HR modul bevezetésre került, a HR-ben a szervezetmenedzsment, a munkaidőgazdálkodás, szervezetfejlesztés, munkaidő nyilvántartás funkcionalitása volt benne. Kialakításra került egy SD modul, abban ugye a számlázás funkcionalitása, vevői konszignációs készlet egy folyamat átalakítás volt benne, egy egyszerű átadni a megrendelőnek a készleteket és tiszta az elszámolás, illetőleg okos eszközökkel történő kiszállítás támogatás történt az SD modulban. MM-ben ugye az anyaggazdálkodás funkcionalitása, aki SAP-t azt tudja, hogy az MM a cikk törzs gyakorlatilag minden összefügg mindent érint. MM-ben a beszerzés a rövid és hosszú távú tervek feldolgozása, az MRP lett megvalósítva. Ennél a vállalatnál ugye a just in time miatt megtörténik, hogy nem csak napi egy, hanem műszakonként napi két beszállítás van, ezt az SAP menedzseli ennek a dolgait, és az MMS raktárak kialakítása megtörtént még MM-ben. Ugye van egy VM modul, az MM anyaggazdálkodási nézetű raktárak alatt van egy VM ami a tárhely menedzsmentet kezeli. Minden egyes helyen, ami ott van az alapanyagoknál, gyakorlatilag felcímkézett azonosító van, ami, ami tárhely az SAP megvalósításában. Ezen a tárhelyen cikkek vannak, és cikkek sarzsal vannak ott, tehát minden egyes anyagról pontosan tudni adott fagban, hogy hol mennyi és milyen sarzsú alapanyag van ott. Ugye egyik legfőbb most értünk a PP, ez a termelés tervezés, ez gyakorlatilag a teljes gyártást lefedjük, beleértve a megrendelőtől érkező elektronikus megrendelő állományt, tehát ugye percenként érkező állományok. Ennek a feldolgozása, okos eszközökkel az online picking terület vezénylése. Ez egy olyan terület, ahol a beérkező cikkek a darabjegyzék felbontás után különböző helyekre kell menni a munkavállalók is, kivenni a megfelelő szövetet, és sorrend helyesen berakni. Ugye az nagyon fontos szó itt, hogy a szekvenciát, ezt hívják sorrendnek, ahogy beérkeznek ezek, ezeket úgy kell legyártani és kiszállítani, ettől a sorrendtől nem térhetünk el, mert a kiszállított termékeket ebben a sorrendben fogják beletenni a gépjárműbe. Ezen felül a, ugye ez lefedi a habgyártást és a teljesülésgyártás folyamatát, beleértve a feldolgozás, a gyártástámogatás, PLC és adatcsere, van egy vizuál nevű külső rendszer, ami az SAP-val össze van kötve, ez egy minőségbiztosítási pont, ahol szövetfotókkal és különböző fotókkal a munkavállaló össze tudja vetni, hogy a soron érkező ülés az-e, ami a sorrendben lenne, egy újabb beépített pont. És amikor a gyártás befejeződik, a visszajelentés szintén SAP-ban történik meg egy SAP felületen, ami SAP felület kommunikál a PLC-vel, megnézi, hogy az adott üléshez a nyomatékok, a mértadatok megfelelnek -e annak a tartománynak, amit előírtunk. Ha igen, akkor engedi kiszállítani az ülést, hanem akkor a javítóállásra visszamegy javításra. A just in time van ugye az a lényeg, hogy mindennek el kell meg kell történnie a gyártásban, a gyártás és a minőségellenőrzés, a, a helyes sorrendbeállítás és a kiszállításkor a megrendelés szerinti e, e, konszignáció kell, hogy megjelenjen. Tehát ugye ez a, ez a lényeg? A, abszolút ez van szó, percen, húzó elven érkeznek be arra a rendelések. A nem tudni előre, illetve annyit tudni előre, hogy a rövid és hosszú távú tervekben egy egyre finomodó halmaz van arról, hogy mi fog jönni, hiszen ugye vannak olyan átfutási alkatrészek, aminek egy hónap lett a beszerzési ideje, de a végleges gyártási sorrend nem előre tudható, az azon a napon derül ki, just in time, ahogy beérkezik egy percenként az állomány, nem tudni mi az a, a megrendelő gyártása szerint, a szerint kell a kiszedésvezérlést, a szövetszíneket, a vázat, a légzsákokat, a gyebeket összeválogatni és beszerelni abban a sorrendben, ahogy ez beérkezett. Abban segíts, meg, segíts megérteni, hogy, ez, hogy, hogy pont ez a 14 modul legyen. Ez egy közös döntés volt, gondolom én, a, az ügyféllel. Tehát e, nyilván ti ajánlottatok valamilyen kínálatot, és akkor a Józseffel való beszélgetés alakján alakult ki, hogy na ezzel kell indulni. Én azt gondolnám, hogy a 14 modulban az volt benne, hogy minden funkciót szerettek volna egy integrált rendszerbe megvalósítani, milyen üzleti folyamata van a tojószítnek. Az célszerű volt, amennyiben erre igény van, célszerű volt egy rendszerbe beletenni, mert az integráció miatt akkor nagyon könnyű az adott kapcsolatok és a, az integrációs kapcsolatokat megvalósítani. Én szerintem minden olyan üzleti felület lefedésre került, ami a tojószítnél jelenleg működik. Ezért és akkor ott a tervvel, hogy 14 modult kell bevezetni, és akkor el kellett dönteni, hogy ezt egy hambekapja döntsik -e, egyszerre megcsináljátok, vagy két szakaszra bontjátok a projektet. Nálatok ugye két szakasz volt. Azért érdemes a két szakaszról beszélni. Aki SAP-t használ, vagy bevezettek, az tudja, hogy nagyon sok helyen úgy történik, hogy van egy elsőkoros bevezetés, ott az alapmodulokat, ha szabad így mondanom, azokat szoktuk bevezetni. Elindul az FI nyilván, a controlling elindul, elindul a, az anyaggazdálkodás valamilyen szinten, és nagyon sok esetben valamilyen idejű működés után egy másik projekt keretében akár felfűzik a második körös modulokat, gondolok itt, mit tudom, a tárhelymenedzsmentre, a PP-re, a PM-re, a QM-re esetleg. Azért célszerű ezt kettő szakaszra venni, mert azt képzeljük el, hogy például az első szakaszban egy egy ciktörzsben azt, hogy beszerzési megrendelési igény egy folyamatban, vagy azt, hogy mondjuk egy költséghely, azok fontos fogalmai lesznek a második körnek. Na most, ha ezek nem működnek, akkor a, például a termelés tervezésben, a PP-ben ugyanak van egy logisztikai nézete a munkahelynek, teljesítményeket ad le embergép vagy embergépek csoportjában, és van egy könyvelési nézete, ahol a költséghely és a teljesítményfajtával tarifát ad le. Ha ez a költséghely, a tarifa, ezek nem tiszták, és az egész projekt egybe van, akkor akkor sokkal másabb a lefutása a projektnek, mint hogyha elindítjuk a alapmodulokat nagyon gyorsan, és menet közben a használat közben már tudva a fogalmakat a második körben, ezeket finom hangoljuk, hogy minden a helyére kerüljön. Ezért gondoltuk így. Ez van, ahol két projekt, csak ugye a kettő projektben vannak olyan költségek, amik redundánsak lennének. Ezt, ezt így, így látszott jónak megtenni. Hogy elindul egy rövid etap után az első szakasz, és már ismert fogalmakkal működés közben ismerjük meg és alakítjuk a második szakaszt. Igen, és minden projektben eljön az a boldog pillanat, amikor bővül, amikor a, a, a megrendelő és a szállító is egyet, együtt úgy gondolja, hogy ebből még többet is ki lehet hozni. Mi volt a bővítés oka? A alapvető, tehát minden projektben azt gondolom, hogy célszerű már az induláskor meghatározni a három alkotó közül, ugye a szkóp, a határidő és az erőforrásokból, hogy ha változás van, akkor melyiket tartjuk betonba öntöttnek itt egyértelműen a szkóp volt, a megrendelő ellátása nem sérülhet, itt azt a funkcionalitást, vagy mint később kiderült még mélyebbet meg kell valósítani, és ez akár mehet a határidő, vagy, a, vagy az erőforrások rovására is. Így mi azt láttuk, a második fázisban ugye 2019. januárjában elindultak ezek az alapmodulok, és 2019. januárjától augusztusig dolgoztunk a termet, a többi modulon, ami jött, és a bővített funkcionalitáson. Augusztusban uh, volt egy termelési szünet, körülbelül egy hónap a megrendelőnél, ez a tojószítnél is termelési szünet. Egy tervezet. Tervezett termelési szünet, szünet, egy éves ütemezet. Ezt arra használtuk föl, hogy kiépítettünk egy olyan forgatókönyvet, hogy tartottunk, ha szabad így mondanom, egy élesüzemi főpróbát gyakorlatilag augusztusban. És ennek tapasztalatai voltak. Az volt a levon tapasztalatunk, hogy bizony ezen még a folyamatokon finomítani kell, bizony, bizony kemény szabályokat szabtunk annak, hogy nagyon kemény a rendszer, úgymond idézőjelben büntette, hogyha eltértünk attól. Úgy döntöttünk, hogy a tapasztalatok függvényében ezt konfigurálhatóvá tesszük, ezen finomítunk, folyamatokat módosítunk, és már itt elkezdtük azt a szakaszt, hogy egy B-terv legyen, ha rendszerkiesés van, akkor mi legyen. Úgyhogy miután ezeket bedolgoztuk, még novemberben egy újabb, én már azt mondom, hogy előre éreztük, de ki is jelentettük, hogy egy havária tervet, egy B-tervet, ha leszakad esetleg a, a kapcsolat, akkor mit lehet tenni? Ugye ez azért fontos, mert ha tegyük föl, kiesne valami az SAP feldolgozás, a gyártás nem állhat meg. Tehát egy percenként jön, ebből a megrendelő nem vehet észre semmit. Erre építettünk egy olyan megoldást, hogy ebben az esetben, ha egy ilyen megtörténne, adatgyűjtés történik egy köztes rendszerben, amely adott ponton visszatölthető az SAP-ba és folytatható a folyamat. Miért fontos ez? Azért fontos, mert hogy a szekvenciába sorba jönnek be az ülésigények, és kiesik valami, nem csak a feldolgozási lánc szakad meg, hanem a tárhelyeken ugye a fizikai és logikai készlet elmászik. Szedjük ki az életbe a fizikai készleteket, de a tárhelyeken logikailag a szabban, ugye, hogyha nincs követés, ott a, ott a régi állapot marad meg. Ezt muszáj megtenni, sorrend helyesen levezényelni, és csak ezután indult a szabban a követés. Szóval ez volt a, a bővítések oka. Ebben mindvégig egyetértettünk, hogy ezek fontos és szükséges bővítések, ezek még biztonságosabbá teszik a terméket, és ezzel együtt a, ö, jutottunk oda, hogy idén januártól indítottunk egy tesztszakaszt. Igen, és itt abban egyeztünk meg, hogy itt a József még hozzáteszi a magáét ennek a bővítésnek a, az indoklásában. Mert ugye, hát nyilván egy bővítés az azt jelenti, hogy több, több munkát jelent mindkét oldalról, és a költségek növekedését így is. Van, jelent. Így van. Hát nem örültünk neki tehát nyilván valomi, nekünk nem azt volt. Azt gondolt, hogy ezzel ennyi, kész, mehetünk haza. Nem volt meg az a tapasztalatunk, ami szükséges egy ilyen rendszer bevezetéséhez. Ha ma indítanánk újra, akkor eleve sokkal Sokkal okosabbak és jobbak lennénk, és gyorsabban végeztünk volna, talán talán egy fél év alatt. Akkor viszont tisztába tettük, és én úgy gondolom, akkor értette meg az Intelligence is ezt a dolgot, hogy, hogy nálunk a vevő az, az Isten, tehát a vevőt ki kell szolgálni, és ugye nem kérdés, hogy a, Suzuki nem állhat meg, hiszen sok-sok millió forint, egy, 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 perc veszteség is, és ezt semmiképpen nem akartuk kockáztatni, ezért inkább eltoltuk a, az indulást, illetve olyan biztonsági lépéseket, havária lépéseket építettünk be a rendszerbe, ami ma már azt mondom, hogy, hogy megnyugtató. Akkor nézzük tovább, hogy a határidők hogyan alakultak, bár erről már az előbb szóltál, de nézzük azért még à, egyszer. Igen, érdekes az, hogy, hogy mit tartalmazott ez egy pici, hogyha szabad egy ilyen tapasztalatot adnom annak, aki ilyenben gondolkodik, a volumenben meg, hogy hogy működik. Maga a tesztelés, maga az, hogy hogyan teszteljünk egy ilyen rendszert, az is elképesztő nehézségeket okoz, mert ugye az élet megy abban a szigetrendszerben, ami addig még működik, de ahhoz, hogy igazán teszteljük valós idejű körülmények között, valami olyasmit kellene tennünk, hogy a szabban valahogy ugyanazok reprodukálódjanak, mint az éles másik szigetrendszerben. És erre is megoldást csináltunk, ez gyakorlatilag idén januártól egészen az indításig teszteltük. Az SAP tesztrendszerében felépítettünk egy olyan mandantot, ahova a beérkező megrendelő állományokat, ami a szigetrendszerbe ment, párhuzamosítottuk, és elkezdtük feldolgozni a tesztrendszerben. És volt egy tesztcsapat a akinek az volt a feladata, hogy a SAP tesztrendszerében a SAP eszközeivel szimulálja azt, hogy az élesen bejövő, egy percenként bejövő megrendelési állományokat elekövesse a szabba, kiszedje, visszajelentse, gyakorlatilag párhuzamosítottuk a SAP tesztrendszerét a szigetrendszer éles megoldásával. És ugye közben folytak az oktatások is, ez nagyon sokat segített hibaszűrésekben, ez, ez egy nagyon jó gondolat volt, és ennek a képítése nagyon sok olyan fájdalmat megelőzött, amit az élesbe kellett volna egyébként megtennünk. Ugye mindenki ismeri azt, adatmigráció, ugye nagyon nagy tömeg adatokat kellett összegyűjteni ennek az előkészítése. Ezt is célszerű a projekt alatt, a, már a padban, a projektalapító dokumentumban fontosnak tartom, hogy ennek a felelősségi körei egy felelősségi mátrixba tisztázottak legyenek, hogy pontosan megrendelő, beszállító, milyen feladatkörben mit tesz, tanácsad, segít, összegyűjt, mert, mert ha ezek tisztáz vannak előre, nagyon könnyű dolgozni. Sok vitát előz meg az, hogy ki miért felel egy adatmigráció során ugye egy adatmigráció, az éles rendszer előbetöltése az, az, hetekről van szó, hiszen rendszerbeállítások, adatok betöltése, rendszer előkészítés történik, és van egy nagyon fájdalmas pont, ez még egy tanulság, ahhoz, hogy a tárhelyeken az SAP-ban reprezentálva legyen a készlet, az el kell menni valahol, meg kell állni egy időre, lefényképezni időjelbe a készletet, és ezek tárhelyen lévő sokszár, sok ezer cikk sarzsos készletei, és ezeket az SAP-ban bevinni úgy, hogy induláskor az SAP ezt az alapállapotot lássa. Ezek napok ugye a leeltár felméréssel, az éles indítást ez is meghatározza, hogy mikor lehet megtenni. Akkor nézzük meg, hogy a második, harmadik fázisban milyen feladatok voltak, és hát nyilván változások történtek, itt most egy kicsit gyorsítsunk a, a beszélgetésen, hiszen még nagyon fontos itt részek van. vannak Igen. átra. Parancsolj! Oké, okay. tehát a Második fázisban, második, harmadik fázisban, egy pillanat, mindjárt nézem, hogy melyik diát mutatjuk, tökéletes, oktatásokra került sor, nagyon komoly és mély oktatásokra, ebből is rengeteg tapasztalat van, egy majd másik beszélgetés keretében akár a rá is térhetünk. Előkészítésre került a rendszerindítás, és az éles indításról szeretnék annyit mondani, egy nagyon érdekes helyzet állt nem tudom, hogy valakinek látott-e már ilyet, vagy csinálta esetleg szabbevezetésnél. A COVID-helyzet miatt áprilisban indult a rendszer, termelési szünet után. Azt a döntést hoztuk közösen, hogy nem lesz tanácsadó a helyszínen jelen, hanem távoli éles indításra támogatás történik. Ez, ez védelmi okokból történt, és egy MS Teams eszközön kommunikáltunk, illetőleg a szabba bementünk, és gyakorlatilag a tanácsadók otthonról, teams illetőleg a rendszeren belül egyeztettek a az élesindítási tapasztalatokkal, a helyszínen jelenlévő felhasználókkal. Annyi még a vírus helyzetről, hogy ha van egyáltalán pozitív vonzat ennek a nagyon nehéz helyzetnek, az az, hogy egy műszakos termelés volt, így a tojónál lehetőség volt arra, hogy a délutános műszak besegítsen, és ott legyen jelen a, az indításnál. Tehát egy ilyen kevésbé fájdalommentes, puhább éles indítást tudtunk megtenni, és szerencsére ez sokat segített azon, hogy ha hiba is volt, akkor mi előbb megugorjuk. József, itt még bővítésről is szó esett, ami ugye egy, egy kicsit kitágítja az egésznek a nézetét és a feladatait. Hát ugye milyen feladatokkal járt itt a, a szkópnak a... Akkor lehet, hogy hozzád fordulok. Ez a, ez a szkóp bővítés, ez igazán a, a biztonságot célozta, tehát itt a, a haváriát kellett helyre tennünk, és itt eléggé komoly feladat hárult a munkatársainkra, tehát egyszer ismeretlen volt ez a, ez a technológia, ez a e, e, új folyamat, másodszorban pedig fel kellett készíteni a kollégákat illetve a rendszert arra hogy ebben az egy percben el tudják végezni tehát ezek a plusz feladatok amik, amik megjelentek ezeket be kellett illeszteni normál műveleti fázisokba és ez eléggé komoly feladat 60 másodpercen belül igen, ezt igen. Még, még elhelyezni én úgy gondolom hogy ez, ez volt az egyik nagyon kemény feladat, amit a kollégáknak végre kell. És akkor nézzük meg a tényleges indítási feladatokat, ugye? Ott tartunk most az... Aprilisban. áprilisban, igen. Áprilisban ugye ez úgy történt, hogy kitűztük a ténapot, ami az indulási időpont, ami azért volt nehéz, ugye, mert a termelési szünet volt, tehát ez a, a megrendelőn is folyamatosan görgetődött ennek a ténapnak a valódisága, és a ténaphoz képest visszaütemeztük a feladatokat, készletfelvétel, betöltés. Ugye itt az a nehézség, hogyha Átállunk a harmadik fázis működésére, akkor aki szapozik vagy, vagy ismeri ezt, tudja, hogy bizonyos customizing beállítások megváltoztatják a rendszer működést, amit nehéz visszaállítani, tehát le kell menteni biztonsági mentéssel azt az állapotot, és vissza kell állni, de ugye visszaállni nem nagyon szerettünk volna, hiszen a készleteket és az összes adatot bevittük a rendszerbe, ezért ezt nagyon pontosan meg kellett tervezni, hogy a ténaphoz képest, amikor megtudtuk a ténapot, milyen ütemezéssel kell gyorsan felvenni a készletet, gyorsan bevenni a rendszerbe, összekötni a rendszereket, hogy ott leválasztottuk a régi szigetrendszert, a feldolgozó rendszer átkerült az SAP-ba, és amikor elindult a T-nap hat órája, és az első gépkocsi felment a a sorra, akkor az SAP-ba bejött, és megnyugodtunk, hogy láttuk, hogy érkezik, feldolgozódik, láttuk, hogy a Peking területre jönnek a kiadott feladatok az okos eszközre. Egy pesgő pukkant ekkor, vagy? Hát távol voltunk, tehát a, talán még a pesgővel tartozunk, ugye. Itt az ideje. Igen. A, a, a projekt, ugye valahogy... Elindult, a valahogy azért mondom, mert nem voltatok jelen és akkor ez egy venthagyó projekt indítása, sajátos. sajátos indítása volt a, a, a végterméknek az elindítása. Vajon a, amikor ez a pillanat elkövetkezett, akkor már mindjárt azon gondolkodtatok, hogy és mi lesz még? <laughs> Pár gondolatot. Ugye? Az élet folyamatosan változik. Aha. Aki, aki ebben nem vesz részt és nem kapcsolódik bele, azt úgy érzem, hogy furcsa meglepetések érik. Nekünk is át kellett gondolni az egészet, tehát hogy, hogy oké, okay, most elindult a rendszer, kaptunk egy rendszert, át kellett gondolni, hogy valóban azt kaptuk, amit akartunk, vagy, vagy, vagy más, más az, amit, amit mi szerettünk volna. Ez volt az eleje. Ugye ebben az esetben a kollégák átgondolták még egyszer, hogy, hogy a kis az elején nem, nem, is gondoltunk erre. Ezt is kellett volna, azt is kellett volna. Ezek nyilvánvaló új, új feladatokká, hát új feladatokká nőtték ki magukat, és hát ezeket is valahogy kezelni kellett volna. Viszont az ITelligence ugye ennél a pontnál már azt mondta, hogy oké, okay, mi ezt vállaltuk, eddig, eddig és nem tartotta tovább. Tartott a Valahogy tovább kellett vinni a dolgot, erre, erre kitaláltuk ezt a bizonyos support szerződést, ami egyszer úgymond a garanciális problémáknak a, a kezelésére alkalmas, a másik szempontból pedig a, az egyszerűbb fejlesztések, amik, amik még úgymond beleférnek a, 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 feladatba, ezeket tettük bele, és e szerint folytatjuk tovább a munkánkat. Igen, én alig vártam, hogy eljussunk az utolsó szlájdhoz, mert nagyon gyakori hiba egy projekt befejezésekor, hogy nem végzik el a projekt értékelést, és nem vonják le a tanulságokat egy elvégzett munka után, ez Magyarországon különösen gyakran fordul elő. Beszélgettünk Ferivel, hogy a nemzetközi projektmenedzsmentben mi minden más, mint ahogy mi csináljuk. Vonjuk meg most így együtt, hármasban ennek a projektnek a tanulságait. Méghozzá József, veled kezdünk. A szlájdot kérhetném akkor. Tehát az első pont ugye a business process engineering, vagyis újra kellett az egész folyamatot, az egész gyártási folyamatot, az üzleti folyamatot gondolni, és valamennyire egy olyan hát folyamatot véghez vinni, amiben mérvadó volt az SAP gondolkodása. Ez számunkra teljesen új volt, és ezt kellett beilleszteni a vállalati kultúrába, a vállalatunknak az eddigi működésébe rá kellett jönnünk, hogy az, ami eddig volt, az mégsem olyan jó, mégsem annyira szuper, mint ahogy gondoltuk. A következő gondolat az a változás kezelési tapasztalatokról szól. Eh, ahogy elmondtam, tehát ahogy belementünk ebbe az egészbe, a változás, eh, ahogy tapasztalták a kollégák, ugye ez teljesen normális, ez nem csak magyar eh, tulajdonság, én úgy gondolom, mindenki ellenáll először a változásnak. Tehát először azt mondják, hogy hogyan nem lehet megcsinálni, <laughs> aztán utána kezdenek, Magyarországon utána kezdenek el gondolkodni azon, hogy, hogy de hát mégis mehet ez így. Mi hál' Istennek már valamennyire japánok vagyunk, és ez könnyebben át, át lehetett tolni a, a, kollégákon. Hamarabb megtapasztalták azt, hogy, hogy ha ezt csináljuk, akkor mégiscsak lehet, hogy valami jó sül ki belőle, és jó volt látni, ahogy az ellenzők, tehát a, a, a problémát generálók, hogyan állnak át a másik oldalra, és hogyan lesznek támogatók integrált szigetrendszerek kapcsán azt tudom mondani, hogy amíg ilyen szigetrendszerekbe dolgoztunk, ugye mindenki a saját területen a kis király volt. Tehát ő volt a, ő volt a császár, ő a maga rendszerébe dolgozott, és kevésbé érdekelt, hogy a többieknek mire van szüksége. Ezt gyökeresen meg kellett változtatnunk, hiszen itt mindannyian együtt kell, hogy dolgozzunk, és az egyik terület ki kell, hogy szolgálja, a másik területet nincs kérdés, különben nincsen integrált rendszer. Az oktatások kapcsán ö, arra jutottunk, hogy itt azért lett volna mit máshogy csinálni. És ennek az az oka, hogy jó, Európai vagy magyar stílusba ez a tanár-diák oktatást tudtuk, az idő rövidsége miatt is, meg talán a tematika miatt is megvalósítani. Ez a frontális oktatás, igen, igen, a tanár és a diák. Igen, meg. és hát a magyar ember többnyire azt mondja, hogy igen, persze értem, 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 egészen addig, amíg, amíg idézőjelben nem, nem, nem kell megcsinálni a dolgot és akkor generálódnak valójában a kérdések, hogy hú, ezt sem értem, ezt is máshogy gondoltam. Hát ez, ez abszolút nem úgy működik, mint a régi rendszer, ez most miért van úgy, miért nem tudja az új rendszer a régi rendszert, meg ez, ez józan parasztésszel így kellene, hogy működjön, és hát akkor kezd el kérdezni. És számomra ez az a pont, amikor igazán a tréning elkezdődik, amikor már a kollegák a kulcsfelhasználók, a, a felhasználók tudnak kérdezni a tanácsadótól, és a tanácsadókkal úgymond egy hullámhosszon beszélnek, és innentől kezdve aztán már tényleg az igazi eredményeket láthatjuk. Hát Feri, neked mi a tanulság ebből a projektból? Ez nagyon fontos, ez nagyon fontos az a gondolat, hogy integrált rendszer lett kialakítva, ebben, ebben nem minden szabadon futó. Ugye egy szigetrendszerben lehatárolt területek vannak, ott adott rendszer, adott funkcionalitása, akár tökéletesen odaszabva minden gombot valahova kell. Itt azonban egy nagyobb dologról van szó, itt integrációról van szó, és itt ez a folyamatokra is hatás gyakorol. És amit mondtam az első fázisról, hogy két fázisra vettük, az egyik oka ez, hogy ez még rosszabb lehetne, hogyha az első fázisban nincsenek meg a fogalmak, hogy beszerzési megrendelési igény, beszerzés, költséghely, elszámolás, tarifa. Ezek valamennyire tiszták voltak, és még így is ugye voltak finom hangolandó dolgok, de szerencsére ezek a, talán már finomabbak voltak. Um, én azt mondanám, hogy egy japán vállalatban, ahol Lin a lina hívó szó, és egy német vállalatjelentesi rendszer logikáját össze kellett párosítani, ugye a német rendszerben azért a KSAP t használ tudja, hogy bizonyos dolgok kötöttek tehát lehet, lehet valamit ennyire mozogni, de azért egy gyártást, egy egyedi -egy gyártást azt rendelésen valósítunk meg, arra elszámolunk, annak logisztikai és számviteli kontrolling feladatai vannak. Ezektől eltérni nem nagyon célszerű. Ezeket meg kell tanulni és ezt követni, és valahogy összekötni azzal a folyamattal, amire ezt ráhozzuk. Úgyhogy ebben nagyon sok tanulság volt. Tanulság az is, hogy Japán vállalatnál már, már életbe is értjük, vagy láttuk a, a lén egyes hívószavait, pokajok-e, ugye minőségbiztosítási pont, ahol ember hibákat szűrünk ki, több ilyen pont ki lett alakítva itt is, ugye ezek fejlesztéssel lehet csak megoldani, hiszen ezek plusz funkcionalitások, ilyen pont végül is a vizuál rendszer is, ami kapcsolódik. A Just-in-Time-ban, illetőleg a napi akár két beszerzési megrendelési igényben, a beérkeztetésben az, hogy kúkészletre tesszük, és utána minden, minden kúkészlet, amíg fel nem szabadítjuk, minden gyártásközi készletet ellenőrzünk, a sorokat ellátjuk, ugye egyrészt az online picking a beérkezések függvényében, másrészt a gyártósor mellett fut az apró alkatrészek pótlására. Ennek a folyamat kialakítása nagyon fontos volt. Még egy fontos dolog, amit beszélünk. Én beszél... hagyj szóljak közben, mert a, a ja. József említette az, oktatással, az oktatást, mint egy olyan dolgot, amit esetleg jobban lehetett volna időzíteni. Én is vettem ilyen projektekben részt, és tényleg pontosan eltalálni azt az időpontot, amikor kellően felkészült már a nebuló arra, hogy az ismereteket elsajátítsa, vagy jól tudjon kérdezni, egy ilyen projektben hol van, vagy kétszer is kéne oktatni? Tehát mi a megoldás ebben a tanácsadói szemmel? Nehéz a helyzet, hiszen ugye folyik a folyamat felmérés, folyamat kialakítás, eljön egyszer az idő, amikor a kulcsfelhasználókat ki kellene oktatni, ők azok a szereplők, akik a tapasztalatokat összefogják a cégnél, és a kulcsfelhasználók a, a megszerzett tapasztalatok alapján végrehajtják a végfelhasználói oktatásokat, és megírják a kézikönyveket. Csak hát, hogy itt a rendszer folyamatosan változik, ahogy szóba került, itt, itt bizony, a indítás előtti pillanatokban is derültek ki olyanok, hiszen az integrációban egy pontba belenyúlunk, azt mindenki tudja szerintem, sap ban aki benne van, hogy nagyon könnyű sap ban egy olyan beállítást átállítani, hogy másik három-négy módon gondolkodik, hogy mit csúszhatott el. Mm. Szóval ezt összetartani, ez nagyon nagy nehézség volt, hogy ez vég, mindvégig integrált maradjon, hogy, hogy a változások beleíródjanak, az oktatási anyag módosuljon. Tehát ebben, ebben ez volt a nehézség, és ezért volt az, hogy, hogy az oktatási anyagok bővültek azután is, miután mi, 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 az oktatás megtörtént. Nálatok van József felelőse annak, aki már ugye a tanácsadótól egy kicsit elszakadva, akik ezek az oktatá... ezeket az oktatási anyagokat karbantartja, frissíti, vagy hogyan oldjátok meg a... Például az új belépők, hogyha vannak, azokat újra ki kell oktatni. Van erre egy külön folyamatotok? Alapvetően a, a kulcsfelhasználók a kulcsok. Tehát ők, ők azok, akiknek ismerni kell ezt. Nagyon, nagyon nem volt még erre sem energia, sem pedig oka nem volt neki, hiszen még relatíve friss a rendszer. Tehát most még igazán az oktatási anyagokat, illetve a valóságot hasonlítjuk össze. És hogyha találunk különbségeket, akkor ez a, először is egy ilyen, egy ilyen kommunikáció van a, a tanácsadóval, hogy akkor most ez hogy van, mi a, mi a valóság. Az oktatási anyaghoz képest, és akkor ezeket megtesszük. De jelenleg még a tanulási fázisban vagyunk, azt mondanám, és először meg akarjuk ismerni a rendszert legalább annyira, mint amennyire a tanácsadó ismeri, és utána majd. Utána majd tudjuk az oktatási anyagokat is. Ez egy érdekes aktualizál. megjegyzés volt, hogy legalább annyira, amennyire a tanácsod ismeri, mert egy, egy idő után már ti jobban fogjátok ismerni a, a működést a Feri elismered. Így van, így van. Tehát egy idő után ez a cél, hogy a felhasználó jobban értsen hozzá. Engedjétek meg, hogy mind a kettőtökhöz egy kérdést tegyek föl, ugyanazt a kérdést, egy kicsit változtatva persze, hogy mi volt a legnehezebb feladat a projekt során a résztvevő kollégáidnak, József és hát a tanácsadó szempontjából pedig az gen számára. Tehát a leges, legnehezebb, ami, amin nem volt könnyű áttörni. Igen, én azt mondom, hogy a feladat megfogalmazása. Az ez volt nagyon a, érdekes, az én azt hittem, az hogy ez a legegyszerűbb. Nem? Az volt az egyik legnehezebb dolog, hiszen ahogy említettem, tapasztalatlanok voltunk mi, meg vagyunk is még, azt mondom, és most, most látjuk igazán, most, hogy már alkalmazzuk a rendszert, hogy hát ennek nem így kellett volna lenni, annak nem úgy kellett volna lenni, de ezt igazán mi akkor nem tudtuk megtenni. A másik, én úgy gondolom, hogy és ezt a kollégák megerősítették tegnap egy pár percben, amikor rájuk kérdeztem, mert... Hogy, Készültél hogy a mai beszélgetése, igen. Hallottam erről a kérdésről, okay. és a kollégák azt mondták, hogy igazán ezeknek a plusz feladatoknak a beillesztése abba, ahogy már említettem, abba a 60 másodpercbe. Hogyan, hogyan fogjuk meg, megtenni azt, hogy, hogy közben pittyegünk, közbe kezeljük az SAP-t, közbe a problémát lekezeljük, ez hogyan fog majd beleférni az időnkbe, hogy, hogy ne állítsuk meg a Suzuki-t. Feri, majd a betelefonáló, a bekérdező után folytatjuk a beszélgetést, Linden. és, és a fülemre meghallottam, hogy van egy videón kérdező nézőnk, úgyhogy kérem, hogy keverjétek be. Igen, Hatosi Ildikóhoz van szerencsénk, ugye, Ildikó? Jó napot Igen, kívánok! Igen, jó napot kívánok! Hangban halljuk. Ön az MVM csoport szintű digitalizációs, transformációs központ, digitalizációs architektje, sokat gyakoroltam, hogy ezt ilyen szépen elmondja. De És azt reméljük, hogy kérdést fog föltenni nekünk. Igen, szeretnék, és elnézést kérek először is, egy kis részben nem tudtam részt venni az előadáson, tehát lehet, hogy olyan kérdést fogok föltenni, ami elhangzott. Én Csak kérném része... a kollégákat, hogy egy kicsit hangosítsák itt nekünk föl a, a stúdióban, mert hogy jól halljuk. Oké, okay, köszönöm. És jobb? Igen. Igen. Jó. Szóval, hogy elnézést, hogyha esetleg mégis volt erről szó. Először is érdekelne a migrációjuk. Hogy mennyire volt migráció? a régi rendszerekből, szigetrendszerekből, vagy azok megmaradtak ilyen read archív rendszerek? Volt-e szükség erre egyáltalán? A, ugye vannak olyan adatok, amiket meg kellett tennünk, hogy migrálunk, az érvényen lévő darabjegyzékek, a művelettervek, tehát az, ami, ami, a gyártásban folytatódott azon a napon, azon a ténapon, amikor elkezdtük a szabban a véghezvitelt, azokat muszáj volt migrálnunk. Muszáj volt migrálnunk a tárhelyeken lévő készleteket is. Tehát ugye itt tárhelymenedzsment van, itt minden egyes fakban pontos azonosító van sarzsal. Ez ugye a régi szigetrendszerben valahogy vezetve volt. Nekünk az éles induláskor, hogy a. a picit elmondom, mert az előbb ezt, erről beszéltem, kitűztünk egy ténapot, mert fura helyzet alakult ki a járvány miatt. Ez a ténap mindig tolódott, hogy mikor indul az éles környezet az SAP-ban. Ez a T-naphoz képest visszaütemeztünk egy T-5, T-10 ütemtervet, hogy mikor milyen transportok mennek be, mikor vesszük fel a készletet, ezt a készletet hogyan értékeljük, és amikor kiderült, hogy a t pontosan melyik fizikai nap lesz, akkor ezt az ütemtervet visszabontottuk, és uh, megtörtént a leeltározás, mind az MM, mind a VM leeltár betöltésre kerültek, ennek van egy forgatókönyv, hogy a cikkek értékelését, a cikk kalkulációt hogyan hajtjuk végre, és a rendszer elérte a ténapon azt a pontot, ahol a benne lévő adatok alkalmasak voltak arra, hogy az újonnan bejövő megrendeléseket le tudjuk gyártani, mert van darabjegyzéke, van műveletterve van gyártási verziója, találunk hozzá anyagot, cikkekkel, sarzsokkal, a picking területeken, vagy az ellátóhelyeken, és van teljesítménytarifa a munkahelyekhez. Tehát összességében rendben van a rendszer. Az egy alapállítás volt, hogy visszamenőleg néhány adatot migrálunk csak be. Ilyen a gyártási szám történet. Életvédelme elemeknél, például a légzsáknál nagyon fontos, hogy egyszer szerepelhet a rendszerben egy ülés beépítve. Ennek ezt a rendszer ellenőrzi is, emiatt az egész történetiséget meg kellett keresnünk és betöltenünk, hiszen ahhoz képest viszonyítunk a gyártásban. Normál esetben ez nem ismét a gyártói hiba miatt megtörtént, hogy azt a sorozatszámot megkapja egy, egy légzsák. Ez nem épülhet bele egy termékbe, mert ezzel a szigorú visszakövethetőség életvédelmi elemnél elveszne. Tehát alapvetően az volt, hogy a szigetrendszerben maradnak adatok, csak a gyártás specifikus szükséges adatok migrálódnak. Köszönöm Ö, szépen. Meg tudtam magyarázni nagyjából? Igen, okay. igen, igen, igen. Okay. nagyon szépen köszönöm. Ö, olyan kérdés még, hogy előtétrendszerről volt szó, hogy ez hogy pontosan miért van rá szükség? Tehát, hogy egy frontend szerepet tölt be, vagy... A előtétrendszer az arról szólna, hogy bejönnek ezek a ezek a leíró állományok, fizikai adatállományok a, a megrendelőtől. Ez náluk a gyártósoron lévő sorozatvezérő állomány, tehát a sorrendiséget és a legyártandó üléseket is tartalmazza. Ez, ez bejön egy elektronikus csatornán, ez csak sorrend helyesen történt a feldolgozása, hiszen sorrend helyesen is kell kiszállítani a terméket. A tavaly augusztusi tapasztalatok azt mutatták, főleg miután úgy gondoltuk, hogy bizony a havária rendszer, meg bizonyos adatok miatt egy SAP-tól független biztonsági láb is kell, ezeket kiszerveztük úgymond egy előtétrendszerben, tehát ez fogadja az FTP csatornán érkező adatokat, és az SAP felé egy felépített egy, mindegy egy RFC a technológia, de valamilyen csatornán keresztül beküldi az SAP-nek, ami feldolgozza. Ezzel azt meg tudtuk tenni, hogy ezt az előtét rendszert, amit ráadásul duplikáltunk, tehát ez is két lábas ha az SAP-val a kapcsolat megszakad, a havária megoldás ezzel a rendszerrel kommunikál, és innen tudja, hogy hol tartunk most, és ha jön az a pillanat, hogy a havária rendszer összegyűjtött adatokkal visszállunk a szapra, akkor az így gyűjtött adatokat beletöltjük a szabba, a szekvenciát ott folytatjuk, ahol, ahol az élet megy, és ez, ezért tettünk egy előtét rendszer biztonsági oka van, ez mind a feldolgozási biztonság, mind pedig a havári rendszer kiszolgálását elvégzi. Hildikó, van, van, még kérdés? Én nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Köszönjük, Én is. is nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok. Viszontlátásra, Hildikó, köszönjük. Köszönjük szépen, és akkor az időnk eh, nagyjából a végéhez érkezik, de Feri tartozol egy válaszsal az előző kérdésre, tehát mi volt a legnehezebb feladat a projekt során az iTelligence számára? József elmondta, hogy melyik volt ez a Körülmény nálatok, ez hogyan lehetne összefoglalni? Hát, so, sok nehézség volt, azt mondom, tehát ez azért ez egy kemény feladat volt. de az... hát a projekt már ilyen? Hát igen, igen, az élet ilyen. Azért azt el kell mondanom, hogy a, a nagyon erős menedzsmenti támogatás volt, az nagyon pozitív, hogy nem volt kérdés abban, hogy ezt megcsináljuk, és nem volt kérdés, hogy a scope megvalósul. Ez egy pozitív dolog volt. Én a nehézséget, amit Jágarul mondott, azokkal egyetértve azt mondanám, én talán az integráció egyben tartását érzem ebből a szemszögből nehezebbnek. Ugye a szigetrendszeri gondolkodásmód miatt könnyebben nyúltak bele egy-egy területbe, és könnyebben módosult még a szkóp menet közben is. Nekünk azonban ezt az integrációt egybe kellett tartani. Tehát mi, mi nem engedhettük meg azt, hogy egy gyártási rendelésben nagy volumenű változás történjen, mert mert bár nem tudod, de mondjuk a COPA-ban ezek fontosak, vagy az elszámolásban, vagy a teljesítmény. Tehát ezeket össze kellett tartani, ez volt egy komoly feladat, hogy ez koordinálva mindvégig egységes integrációs rendszer maradjon, ne legyen egy B-verziójú szigetrendszer leszakítva. És hát az illendőség kedvéért, hogy az ügyfél mondja ki az utolsó szót, enged meg József, hogy tőled kérdezzem meg, az egyik rengeteg kérdés érkezett be cseten, mélen, ebből kiválasztottam egyet, Utaltál rá, hogy kockázatos lenne, hogyha késnétek, de mégis így hangzik a kérdés, hogy a Justin time rendszerben mit kockáztat a magyar Toyosid Kft., ha késve szállít? A jó hírét elsősorban. De gondolom pénzbe is kerül A ez. jó hírét, és ez a fontosabb, ez minden mondom fontosabb még egyszer. Mond, igen. Emellett egy jelképes egy 250 euró per perc. 250 euró per, 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 per perc. Per. Aha. Tehát egy perc ennyibe kerül. Ennyibe kerül, hogyha késtek. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm. itt jártatok.